örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig, szabaddá tette az Úr az ő népét. Alleluja! Újjongjatok az Istennek minden földek, Zsoltárt zengjetek az ő fölséges nevének. Adjátok meg a dicséretet dicsőségének, mondjátok az Istennek, mi fölségesek a te műveid, Úrunk. A te erődnek nagysága miatt minden ellenséged meghódol néked. Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig, szabaddá tette az Úr az ő népét. Alleluja! Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szent Lélek Istennek, miképpen kezdetben, valamost és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig, szabaddá tette az Úr az ő népét. A Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe itt a Szent Angyalok hajlékában, gazdagréti plébánia templomunkban, mely templomnak kapui olyannyira kitárulnak, hogy sok-sok száz, több száz testvérünk, vagy ezernyi testvérünk be tud lépni média szolgálatunk által közös imáinkba, az ima közösségbe, a Szentmise ünneplésébe, így ma húsvét harmadik vasárnapján is. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, a média apostolainkat is, akik az Apostol Televízió szolgálatával most velünk vannak. Nagy családot alkotunk. A csodálatos halfogás esete, a sok-sok hal, melyet egy háló fog egybe, a mi közösségünk jelképe, az egyház jelképe, amely erőt és reményt ad arra, hogy összetartozva, szeretetben, a közös hitvallásban haladhatunk előre a földi élet útján. A mai szentmisében köszöntést küldünk Érdre Illés Imréné testvérünknek, 93. születésnapja alkalmából, kiért a szentmisét fölajánljuk, de ima szándékot is tolmácsolok a mai szentmisében, foglaljuk imánkba elhunyt József édesapát halálának 54. évfordulóján, a Varga és a Válint család élő és elhunyt tagjaiért is imádkozunk. Imáinkba foglaljuk elhunyt Rózsika édesanyját, aki média apostolunk volt, és imádkozunk Vince János és Bertók Margit szülőkért. És nem utolsó sorban
hanem inkább elsőrendű módon. A mai vasárnapon, a Szűzanya tavaszi hónapjának első napján az édesanyákért imádkozunk. Nagy szeretettel köszöntöm az édesanyákat, mind a jelenlévőket, mind pedig az ima közösségünkhöz tartozókat, és azokat is, akik most mindebben nem kapcsolódnak be, mert az imádság az életadó és közösségteremtő szolgálatért mindig időszerű, kiváltképpen ma, anyák napján. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Kyrie eleison, föltámadt Krisztus e szent napon, lelki örömben, dicső testben, Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleget tettél a keresztfán, életünk lettél föltámadván. Alleluja! Kriszte eleison, Kriszte eleison. Kyrie eleison, részeltes kérünk érdemedben, a húsvétnak örömében. Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen.
könyörögjünk. Istenünk, Te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsátok az ő nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Erre odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltóak lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Ez az Isten igéje. Melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. A győzelmet szerzett, az Úr jobbja fölmagasztalt engem. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk Szent Lecke a jelenések könyvéből. Én, János, amint látásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül angyalok seregének hangját hallottam. Számuk 10000-szer 10000-re és 1000-szer 1000-re rúgott. Harsányan zengték. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás. Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész világ mindenséggel egyetemben ezt harsogta. A trónon ülőnek és a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. A négy élőlény így felelt, ámen, a vének pedig leborultak és imádták. Ez az Isten igéje. Isten!
Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Feltámadás után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tópartján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Natánael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek és bárkába szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik, vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez, az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izóparazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik, hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket, gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret és adott nekik, ugyanígy halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. Ezek az evangélium igéi.
Szeretett testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Az Úr Jézus asztalközösséget akar megélni a tanítványokkal feltámadása után, mert az asztalközösségben benne van az összetartozás, az együttlét öröme, és benne van az embernek a testi adottsága is, hogy a közös asztal, a közös táplálkozás megerősíti az embert. Az együttlét a lelkében, a táplálkozás a testében. És az Úr Jézus ezzel a kérdéssel, majd pedig a meghívásával a csodálatos halfogás után, amiről most hallottunk, a meghívásával oda hívja az asztalához, gyertek, egyetek, oda hívja a sült hal, a kenyér közösségébe a tanítványokat. A Mensa Christi. Többször utaltam arra, hogy a Szentföldön, a Galileai tó partján, a primátus kápolnában, bazalt kőből épült kicsi kápolna. Ott van a közepén, az oltár alatt egy nagy szikla, amely a feliratával jelzi azt, hogy ez a Mensa Christi, ez Krisztusnak az asztala. A hagyomány szerint, most nem olvastam fel a hosszabb evangéliumi részt, de ezen a helyen veszi ki a szeretetvallomást Péterből az Úr Jézus, háromszor kérdezi, hogy szeretsz-e engem, és aztán ezen a helyen történik az, amit most hallottunk, megvendégeli tanítványait az Úr. Miért teszi ezt? Azért, hogy fenntartsa az idők végéig a vele való élő közösséget, a szeretett közösséget, és ugyanakkor igazolja az ő test szerinti feltámadását. A történelemben az Úr Jézus feltámadásával kezdődően már megszülettek mindenféle elméletek, cáfolatok, amelyek próbálják támadni a feltámadásnak a tényét. Vagy azt mondják, hogy húsvétkor is hallottuk, a fő papok és a nép vezetői azt akarják elhíresztelni, hogy ellopták a tanítványok Jézus testét a sírból, azért üres a sír. Mások arra gondolnak, hogy a tanítványok képzelődtek. Hát ezt nagyon szépen például aranyszájú Szent János megcáfolja, hogy hát ezek az emberek, ezek férfi emberek, akik a kétkezi munkájukkal dolgoztak, és ott éltek a természetben, négyen halászok voltak, volt, aki pénzváltó, vámos volt. Tehát ők nem egy álmodozó típusú emberek, sőt éppen a mai evangélium igazolja azt, hogy nem ismerik fel Jézust, és nem mernek hinni abban, hogy az a Jézus, aki velük volt, lám újra ott van közöttük. Bezárkoznak és félnek. És ezért Jézus megerősíti őket. Azok után változik meg a lelkületük, azok után lesznek bátrakká, miután találkoztak a feltámadottal. És a bezárkozó tanítványok, miként hallottuk az első olvasmányban, az apostolok cselekedeteiből, kiállnak a több ezres tömeg elé, és megvallják Jézus feltámadását. És a népnek a vezetői nem tudnak mit tenni, mint hogy megveszőztetik őket, megtiltják, hogy beszéljenek a feltámadásról, és erre adják a választ, amit nekünk nagyon meg kell fontolnunk, a mi életprogramunk és keresztény tanúságtételünk is, és az értékválasztásunk is erre kell, hogy épüljön. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ez a válasz az apostolok részéről.
nem hallgathatunk arról, amit láttunk, tapasztaltunk. Így tehát a mi krisztusi hitünk, a feltámadás hite bizonyságra, tapasztalati valóságra épül. Mert a tanítványok nem álmodoztak arról, hogy Jézus feltámadt. Próbára akarták tenni őt is, meg magukat is, hiszen Tamás megkívánta azt, hogy érinthesse Jézusnak a testét és a sebhelyeit. Bizonyságra, tapasztalati valóságra alapul a mi krisztusi hitünk, amely az üdvösség útja minnyájunk számára, nem csak a 12-nek, hanem több száz tanítványnak is megjelenik Jézus még a feltámadása után. És ezt tesz bennünket igazi lelki közösséggé. Ne feledjük el azt a szép kifejezést, hogy mi a hitben testvérek vagyunk. Nem csak a megszólításban udvariaskodunk a közösség tagjainak, hogy kedves testvérek, hanem ez valóság. Szent Pál használja ezt a kifejezést, hogy hittestvér. Hittestvérek vagyunk, és ebben a testvéri közösségben kell nekünk bizonyságot tenni a világ előtt mindenkorban Jézus Krisztusról, az ő feltámadásáról és arról az örök hazáról, amelybe meghívott bennünket. Egyszer volt, hol nem volt, három szép pillangó testvérek voltak. Az egyik fehér színű volt, a másik piros, a harmadik pedig sárga. Nagyon szerették egymást, együtt játszottak, röpködtek a pompás, viruló rét felett, hancúroztak, élvezték szabadságukat, hogy egyik virágról a másikra szállhattak, és nagyon összetartóak voltak, amit a további események igazoltak, amikor ezt az önfelett együttlétet beárnyékolta egy felhő, valóságosan is, meg hát hangulatilag is. A veszély felhője beárnyékolta a vidámságot. El is kezdett csöpögni az eső, próbáltak meghúzódni a fák lombjai alatt, igyekeztek hazafelé, már haza is értek, de hát a szüleik elmentek otthonról, és bezárták az ajtót. Máshol kellett menedéket keresniük. Hát próbálkoztak egy-két virágnál, hát ha menedéket adnak nekik. Először oda mentek a liliomhoz. Fogadj be minket, mert látjuk, hogy még nagyobb felhő és még sötétebb felhő jön. Nagy vihar lesz, és akkor itt elpusztulunk, ha nincs menedékünk. A lilium azt válaszolta, hát egyet befogadok közületek, a fehéret. Én is fehér vagyok, hát legyetek elégedettek avval, hogy a fehéret befogadom, mert ő hasonlít rám, egyszínűek vagyunk. És erre a fehér azt mondta, ha a testvéreimet nem fogadod be, akkor én sem maradok nálad. Tovább röpködtek egy piros tulipánhoz, ahol hasonló párbeszéd zajlott, mert a tulipán meg azt mondta, én a piros pillangót fogadom be, ő hasonlít rám, egyszínűek vagyunk. De a piros is így válaszolt, hogy ha a testvéreimet nem fogadod be, akkor nem maradok én sem. Tovább mentek a kikericsre röpködve. A sárgával ugyanaz történt, mint a többiekkel. Ő is bizonyságot tett a testvéri szeretetéről. Így tehát ki voltak szolgáltatva a veszélynek, de hát a nap rájuk mosolygott, és a mese szerint parancsolta a felhőnek, illetve parancsolta a szélnek, hogy tolja arrébb ezt a veszélyt jelentő felhőt, és így aztán megmenekült a három pillangó.
A testvéri szeretet összetartotta őket, aztán örömmel hazatértek, ahol már a szüleik is hazaérkeztek és várták őket. Ez a testvéri összetartozás megadta nekik az örömökben való együttlétet is, és a veszélyben való odafigyelést és kitartást, hogy ne essen semmi bajuk. Vigyáztak egymásra. A keresztény közösségnek ez volt a jellemzője, és mind a mai napig kellene, hogy ez legyen, ahogyan a ókori író Tertullianus is a keresztények jellemzőjének a szeretet fennállását és jelenlétét írta meg. A pogányok úgy ismerhetik meg a keresztényeket, hogy szeretik egymást. De ennek a szeretetnek az összetartó ereje maga a közös hit. És mi ebben a krisztusi hitben vagyunk egyek, ez kötelez minket az egymás iránti felelősségvállalásra is. Mi ebben vagyunk egyek, hogy hordozzuk azt a szándékot, amit az apostoloktól örököltünk, hogy inkább hallgatunk Istenre, mint az emberekre. Számunkra a természet feletti érték és a természet feletti ígéret, az Isten természet feletti léte és meghívása, az előbbre való, mint az emberi elfogadás, hogy besimuljunk a különböző színek mögé, és az elvárásoknak engedelmeskedjünk. Nekünk nem kell a fehérrel fehérnek lennünk, vagy a pirossal pirosnak, hogyha a világ kínálata ezt a beolvadást követelné meg tőlünk, akkor mi ezt elutasíthatjuk, hogyha az emberi elvárás és az embereknek való engedelmesség, ez lenne számunkra a fontos, akkor beolvadunk, de számunkra a természet feletti, az Isten szándéka a fontos. Az Úr Jézus egyszer s mint mutatja meg egyszerre ennek a kettőnek az együttlétét, amikor megmutatja magát testben, de felébreszti a természet feletti iránti vágyat, hiszen így ismerték föl. A szeretett tanítvány ismeri fel először a tópartján Jézust. Az Úr az. A többiek nem merik elhinni, hogy az Úr az, de mégis hallottuk, de elfogadták, hogy Jézus van ott közöttük. Ez legyen tehát a mai vasárnapnak az üzenete mindnyájunk számára, hogy a krisztusi hitben, a hittestvéri összetartozásban kitartsunk, hogy így menjünk előre az örök üdvösség útján. Így haladjunk az örök otthonunk felé. És ne a világnak engedelmeskedjünk, amely világ mindig felmutatja maga követelményeit, gazdasági, politikai erők bizonyos ideológiákra épülnek, elvárásokat teljesítenek. A keresztény embernek nem kell kiszolgálnia ennek a világnak különböző emberi találmányait és felfogásait, sokszor bűnös vagy istenellenes eszme áramlatait. Nekünk az egyik az igazságot és az egy igaz Istent kell elfogadnunk. Inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint az embereknek. Ez a szándék és a tanúságtétel jó akarata erősítse meg továbbra is a mi testvéri közösségünket, és mind örömben, az élet örömeiben és szolgálatának örömében, mind a nehézségekben, a megveszőztetésben, amit elszenvedtek az apostolok, majd a vértanúságot szenvedték el. A megpróbáltatásban is egyek vagyunk, és legyen ránk is jellemző. Az első keresztény testvéreinkre vonatkozó állítást nézzétek, mennyire szeretik egymást. Amen. Hiszek az egy Istenben.
Forduljunk testvéreim Urunkhoz, Istenünkhöz, és kérjük, hallgassa meg könyörgésünket. Hogy Szent Atyánk Ferenc pápa és a püspökeink Krisztus tanításával tápláljanak, és az örök dicsőségbe vezessenek minket. Hogy földi hazánk vezetői törekedjenek biztosítani mindenki részére az emberhez méltó életet. Hogy a Krisztusban hívők mindnyájan elismerjék Szent Péter utódának legfőbb pásztori küldetését. Hogy mindennapi munkánkat és kötelességeinket keresztény hivatástudattal végezzük. Hogy az oltári szentségben a kenyér és bor színének fátyla alatt is felismerjük megváltó Urunkat. Hogy az édesanyák továbbra is áldozatos szolgálattal, kegyelmed erejével szolgálják családjukat, szeretteiket. Hogy a 93 esztendős Illés Imréné testvérünk továbbra is élvezze megerősítő és megszentelő kegyelmedet. Gondviselő atyánk, Istenünk, a földi eledelért vállalt fáradalmainkat tedd eredményessé, lelkünket pedig tápláld igazságoddal és kegyelmeddel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyan így kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára,
ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent angyalaiddal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, Ferenc és Gábor segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, elhunyt József édesapát, a Varga és Válint család elhunyt tagjait, elhunyt Rózsika édesanyát, elhunyt Vince János és Bertók Margit szülőket, a templomunkban nyugvó híveket, elhunyt szeretteinket, jótevőinket és lelkipásztorainkat, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk Atyánkhoz így imádkozni. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazni.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézusom, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak téged, mint megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat. Mostantól te légy az életem ura. Átadom magam neked, befogadlak téged a szívembe. Kérlek, küldd el a szent lelkedet, és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem. Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen. De a te erőddel mindenre képes vagyok. Kérlek, szabadíts meg minden bálványomtól, mindentől, ami nem az Istentől való bennem. Ámen. Békességet hagyok rátok, halleluja, az én békémet adom nektek, halleluja. Az Úrnak művehez, és csodálatos a mi szemeink előtt, ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk. Örvendezzünk és vigadjunk rajta. Békességet hagyok rátok, halleluja, az én békémet adom nektek, halleluja.
tiszteltessél, én megváltó Krisztusom. Szájbeszében hajlikában, jöjj be lelkem pitvarában, ott nyugodjál. Testvéreim, a lelki áldozás imájával ima közösségünket, összetartozásunkat fejezzük ki azokkal a testvéreinkkel, akik otthonaikban imádkoznak velünk, és szentségi módon nem tudják az Úr Jézust magukhoz venni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek téged, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim! Szerető, illetve szeretettel átítatott imáinkba foglaljuk az édesanyákat, az élőket, de elhunyt édesanyáinkat is. Ezen a mai vasárnapon, anyák napján, a Jóisten áldása szálljon az élőkre, és az örök boldogság az előre mentekre, akik már az örök hazában vannak. A szűzanya hónapja van, hiszen ő az égi édesanyánk, és ezért ez a szép májusi hónap, ahogyan az énekszöveg mondja, a legszebb hónap, a tavasz hónapja, az életadó szeretetnek, az örök élet befogadójának és világrahozójának különleges időszaka, amikor is
Szeretettel köszöntjük égi édesanyánkat május hónapban, úgy, ahogyan korábban is, de most talán még nagyobb áhítattal, és a májusi litániák elimádkozása is ebben segít minket. Ezen a héten a májusi első péntek lesz, május 6-án délelőtt a Szentmisét imádsággal a Jézus szíve tiszteletben ünnepeljük. Előtte 7:30-tól gyónási lehetőség van a kávézóban. Szentségimádásra hívjuk testvéreinket május 7-én első szombaton. A boldogságos Szűz Máriával együtt imádkozva az oltári szentség elé járulunk. Este 7 órától 10 óráig lesz a szentségimádás itt a templomban. A Szent Ráfael Kegyhely Látogató Zarándok Klub 2022. évi tervei szerint május 7-én tartja szombaton a következő összejövetelét, melynek keretében egy szép környezetben, egészen jó állapotban lévő, a Máriascelli kegyszoborhoz érintett ősi Mária kegyképpel rendelkező szekszárdi Remettel kápolnát keresik fel, amelynek programját megtaláljuk a hírlevélben. Az ott jelzett indulási időpont az tévesen van a hírlevélben, és az indulás egy órával korábban lesz az itt meghirdetnél. A Szent Gábriel Irodalmi Klub május 15-én, két hét múlva vasárnap délután 5 órakor májusi meglepetés címmel tartja a következő rendezvényét a plébániai közösségi házban. Felolvasásra a jövő vasárnapig lehet jelentkezni, illetve szombatig, május 7-éig. A mai szentmisében köszöntöttük a születésnapos testvérünket, imádkoztunk élőkért és holtakért, elhunyt családtagokért. Most még a szentmise végén különös szeretettel köszöntöm itt közösségünkben Viki nénit, akit látom, hogy itt van most velünk, aki tegnap előtt ünnepelte a 95. születésnapját. Isten éltesse sokáig kedves média apostolunkat és a korábbi média szolgálatomban, a Mária Rádióban is az ima csoportom egyik tagját, és a Jóisten áldása kísérje további életét. Imádkozzunk azért is, hogy az a 13 jegyes pár, akik ezen a hétvégén készülnek itt a templomunkban, plébániai közösségünkben házasságkötésükre, ők is elteljenek bölcsességgel, szeretettel, a szolgálathoz szükséges erővel, a szentmisét követően, a keresztelés után tartom számukra a szentségi felkészítést. Legyen áldott ez a hétvége, mely péntek estétől ma délutánig tart. Örvendünk, hogy 26 fiatal, vagyis 13 jegyes pár ismét plébániánkat választotta a jegyes kurzusra, a házassági előkészületre. Az ott szolgáló munkatársaimnak pedig köszönöm ezúton is az áldozatos szolgálatukat, hiszen ők végzik a java részét ennek a jegyes kurzusnak. A Jóisten áldását kérem most rátok a jelenlévő testvéreimre, valamint az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire, hogy testvéri közösségben, hittestvérekként inkább szolgáljunk Istennek, mint a világnak, inkább engedelmeskedjünk az Úrnak, mint az embereknek. Ehhez kérem most az áldást.
Az Úr legyen veletek. Isten, aki egyszülött fiának feltámadása által megadta nektek a megváltás és az Isten gyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket áldásával. Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét. Miután pedig a hit által új életre támadtok fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá a mennyei hazába. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Isten. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán kísértésével légy oltalmunk, esedezve kéri, parancsoljon neki az Isten, pedig mennyei sereget vezetni a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére kéri járnak a világban, Isten erejében, taszítsd vissza a kárkozat helyére. Jézusom szent szíve, Szűz Mária kegyelmek anyja, magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,